Sziasztok, Zazóka vagyok. Folytassuk gyorsan a játékot. Jaj, az... Mámom, ez lesz az utolsó. Mert nagyon kedvem van vele játszani, de aludni is kellene valamikor. Az alvásra meg szükségünk van, ugyanúgy, mint a többi alapszükségletre. Hát, te mit akarsz? Nagy és ronda vagy! Dögölj meg! Kis szarzsák. Aj. No! Nézzük meg, hogy mit csináljunk. Van annyi küldetésünk, mint az állat. Séni nem. Hát, néhány tagja megölt a tárgyát. Temeriai őrség. Akkor ők nem is a... A lángoló rózsalovagrend voltak? Hopp, tudom, hogy mit akartam. Igazából minden várhat, mert nem is tudom. Hihetetlen sok küldetésünk van. Megnézem Siegfriedet. Örök tűz, lobogi bennem! Lobog tűz. Siegfriedet el akarom kapni, itt is lesz jólom, gyakorlatilag. Hallgatlak. Azt mondja, hogy egy beszélő gúl okozta a furcsa eltűnéseket. Egy beszélő gúl okozta a furcsa eltűnéseket. Azért küldtelek, hogy a temetőbe menj, és nem azért, hogy fisztekket használj. Ha csak nem igaz, amit mondasz. Valami különös együttállás utáni lény épp lakomázott. Remélem megölted. A rend hálás neked. Itt a fizetséged. De nem... Kaptam 200 oránt. De ugye... Nem ő követte el a gyilkosságokat. Ő mondta, hogy... Hát akkor lehet, hogy a hiba volt úgy megölni. Életbe kellett volna hagyni, de nem. Ilyet nem. Életbe hagyunk. Miért húzott el? Ne! Rohadt szemét. Nem szimpatikus ez a Siegfried most már. Hoppá! Mi történt? Witcher mester! Mi az, fiú? Kirabolták a bankot, Velerád mester azt mondta, hogy keressünk egy Witchert. Mi folyik itt? Kövess Geralt mester! Hol van? Na! Hát srácok, ne tudjátok meg, hogy most mi következik. Annyira olyan durván fölpörögtek az események, hogy nagyon. És itt megint egy nagyon komoly kis döntésünk lesz. Habár én már sejtem, hogy mit fog dönteni, de most nagyon oda fogok figyelni. Zoltánnal nem fogunk beszélni. Így hogy szedi már a kis lábait, kis virgácsait. Beszélnünk kell majd Vincenttel is, kapitánnyal. Ó. És tulajdonképpen azt, amit szeretnék csinálni küldetést, azt nem tudom, tehát hogy elmenni a mocsárba. Hol van a kisfiú? Jó, akkor napló, és bankba kell menni. Várjunk, mi ez? Igen, jó. Tehát a bankba megyünk. Akkor menjünk a bankba. Nem tudom, hova tűnt a kisfiú. Befalasztam magát az ajtóba, vagy nem tudom. Udvari bolond. Jóvá a zábort. Miért vették el gyermekkorában Adda hercegnő Polniát? Nem tudta volna megemészteni. Kár, pedig ugye az udvari bolond az jó információforrás lett volna. Jó. Beteg vagy. Holnapig esni.
Hát szóval fölköthetjük a gatyát. Miért kell? A gatyót fölköthetjük. Merre is kell menni? A férjemnek a városháza. Itt vagyunk, jól van. Segítség! Kirabolják a bankot! Furcsa, hogy Siegfried nem használ ki egy ilyen lehetőséget. Segítségre van szükségünk. Felfegyverzett rablók elfoglalták a bankot. Túszokat ejtettek. Hallottátok, hogy Siegfried... Miért? Mi van Siegfrieddel? Nem használ ki egy ilyen alkalmat. De miért? Szívesen segítek, de egyedül dolgozom. Felfegyverzett rablók. És túszokat is ejtettek. Hát nem tudom, várjuk meg Siegfriedet. Szívesen segítek tenni. Kezdek nem bízni Siegfriedben. Tehát, hogy nem szimpatikus. Az elején ugye nagyon szimpatikus volt, de most már nem. Szívesen egyedül. Segítek, de egyedül dolgozom. Nem ajánlanám a frontális támadást. Vele rád, gyerünk. Talán a raktáron keresztül könnyebben bejuthatsz. Hogyan? Ez egy átkelő a gyalogosoknak. Használaton kívül van, de van hozzá kulcsom. Használaton kívül? A városházán dolgozó asszonyok szellemekről beszélnek. Add a kulcsot. Vissza! Tűnés haza! Egyedül megyek be a bankba. Ez igen, ez biztos. Hát, én ugye... Nem mindegy. Túszokat ejtettek, az pedig nem szép dolog. Megrabolják a bankot. Jaj, na jó van, menjünk. Hopp. Hoppa, Rézi. Erős stíluson vagyunk. Rövidre zárjuk a témát. Te ki vagy? Ó, egy másik Freder. Az anyád! Ne radarozzál nekem, te szenyó. Na? Na. Nem még van? Ó, még egy. Te... Gyerünk! Árgyel, ez az. Na, van még? Na, nincs, jó van. Hú, gyerekek, hát nagyon sok ilyen fléder van. Hál' Istennek nem kemény ellenfelek. Torznyirok. Na. És akkor merre is kell menni? Föl a lépcsőn. Szerintem ennyi. Porcokon nincs semmi érdekes? Hát, ha csinál valamit a játék, valami kis szenyorságot, de nincs. Föl a lépcsőn. Hopp, ez mi? Ajtó, semmi. Ó, és még nincs vége. Nesze. Na. Hát aggódtam, hogy kevés fléder lesz. Nagyon úgy néz ki, hogy felesleges volt az aggodalmam. Úristen.
be vagyunk termelve most mindenféle léder összetevőből. Körbenézünk. Hopp. Gyerünk már. Hordó. Nem? Közben megint megjelent egy? Na. Aha, de jó, nem tetszik. Ez már túl sok lesz. Na, gyerünk már! Ez az. Hopp, kaptam valami. Ezért. Te szenyó! Itt. Na jó, gyerünk. Ez az. Szóval most már kicsit kezd unalmas lenni. Aggódtam itt nagy... nagy hiába. Ajtó. Merre vezet? Városháza? Nem. Vissza. Erre kell menni valószínűleg. Aj, nem, már megint. Hihetetlen. És a hátam mögött is van valaki. Figyelni kell most már az életerőt. Nem jó. Banyek. Jó. A fecske. De nem tudok el menni se. Ó, Istenem, nem áll. És megint elkapott, meg fog halni. Aj, Istenem. Aj, hárman voltak. Betöltés. Szerencs, hogy volt egy autómentésünk itt. No, hát ilyen is ritkán esett meg. Úgy néz ki, hogy nem szabad elkönnyelműsködni. Raktár a banknál. Akkor kezdjük is, hogy iszunk egy fecskét. Ez az. Isten itt neki! Na, gyerünk, kardozzál! Hát hárman összefognak, akkor okozhatnak meglepetést. De most talán nem lesz esélyük. Oké, nem is totojázunk, menjünk fölfele, mert itt lent nincs semmi. Hoppá! Oké, egy megvan. Ó, már kaptam büntit. Nézd már, mit csinálnak! Megszexuálnak! Azt a büdös! Na, meg itt annyi. Azt hiszem, utána ihatok vörösbort dögivel. Szemét dögök.
Mondjuk én voltam a hülye, tök kiment a fejemből, hogy csoportos stílus nyugodtan használhatnám. Oké, Zotya, semmi probléma. Időnk, mint a tenger. Na, de most miért nem kardozza? Jaj, te. Na, még egyet. Na, még egyet. Oké. Gyorsan összeszedjük a cumot. Ez az. Megyünk tovább. Fú. Jó kis haddelhad. Hol van még? Na, gyerünk. Oké, több ha van is, akkor se kell. És... Nem erre kell jönni? Ládát nézzük meg. Már olvastam a könyvet, de nem baj. Erős alkohol, szuper, az mindig kell. És mit mondod, hogy merre kell menni? Maradványok, szekrény. Ajtó. Azt tudja, hogy akkor nem erre kell menni, ez csak egy szoba. Akkor szerintem ezen keresztül kell menni, akkor azt mondta. Ha jól emlékszem. Micsoda bűz? Tuti. Bankajtó. Itt van. Skojatel, bizony, igen. Tehát a Skojatel, nem rablók, nem a szalamandra, hanem Skojatel. Mikor lesz ennek vége? Mikor lesz ennek vége, hát? Gyerekek. No, beszéljünk. Halál rád, ember! Hogy mit? Most mi van? Ne bántsatok! Ez most nem tudom mi volt. Keressük meg a főnököt. Itt is van. Aeliren. Ismered Aeliren történetét, Witcher? Azért jöttem, hogy tárgyaljunk. Seravet fehér rózsája. A törpök és emberek Aeliren néven ismerik. Két évszázaddal ezelőtt az ifjú tündéke csatába vezette. Az idős tündék ellenezték ezt. Tudták, hogy nem járhatnak sikerrel. Tudták, hogy talán nem sikerül kiheverniük a vereséget. A lovagok támadást fognak indítani. Aeliren. A fehér rózsa megindította a támadást. Az ifjak fegyvert ragadtak és követték őt az utolsó, elkeseredett küzdelembe. Lemészárolták őket. Könyörtelenül. Jévin, körbevették a bankot. Haláluk előtt a nevét mondták, őt szólították, majd meghaltak Seravedért és Aelirenért. Ahogy ígérte, büszkén, hősiesen, méltósággal távoztak. Ott voltál? Meghoztad a döntésed? Miféle döntést? Nem ülhetsz örökké a kerítés tetején. Főleg nem, ha a kerítés egy csata kellős közepén fut keresztül. Azt szeretnéd, ha csatlakoznék az egységedhez? Nem. A lelki ismereted miatt nem igazán tudnád szolgálni a forradalmat. Vagyis? Nem véletlen, hogy elmeséltem Aeliren történetét. Háború folyik, Geralt. Háború a túlélésért, a szabadságért. Nem kell közülünk való légy, hogy segíts nekünk. Sokan szolgálják legjobb tudásuk szerint az ügyünket. És szörnyek mészárlásában te vagy a legjobb. Húha, hát igen. Szabadság, mitől fentkülön dolgozat? Csatlakozom, de ne feledd a győztes fodalmi államférfihez fontosságot. Bűnözőként bélyegzik meg. Witcher vagyok, akkor én semmi is. Nem kérdéses. Na jó. Ugye az a baj, hogy arra viszont nem emlékszem, hogy milyen következményekkel jár a döntés. Tehát ártatlanokat nem gyilkolunk. Ugye az... Most amit ő mond, azt veszem ki a szavaiból, hogy nem is várják el talán, hogy én most itt ártatlanokat gyilkoljak. Csatlakozom, de ne feledd a győztésről, nem feledd.
hagyom magam belenemet egy háborúba, és ez kommentel között. Hát már benne vagyok a háborúban, mert ugye melléjük álltam. Tehát ugye nem vagyunk semlegesek. De nem is bújhattunk volna ki. Itt most viszont fölajánlja, hogy nem kérdéses, nem harcolok érte. Illetve bocsánat. Tehát ez az, ugye a semleges. De viszont akkor legyilkolják őket. Mit csináljak? Jó kérdés. Ugye ők most túszokat ejtettek. Ártatlanok. Nak pedig nem szabad bajuk lenni. Tehát én legalábbis nem szeretném. Megmondom őszintén, hogy az első végigjátszáskor én semleges maradtam ennél a pontnál. Semleges maradtam. De most azt mondom, hogy válasszuk meg ezt. Mert ugyanis ők, akárhogy is nézem, ugye szabadságharcosok. És a most itt ugye Vizimában, itt mindenki kever-kavar. Megölték Thalert, a lángoló Rózsa is ott keveri a kakit. Tehát mindenki, mindenkinek az ellensége, mindenki egymásnak alárak. Ugye a Foltest király nevében döntéseket hoznak. Na, nagyon ez... Szabadság, micsoda fenkölt gondolat. Csatlakozom. De ne feledd, a győztes forradalmárokból államférfi lesz. A veszteseket bűnözőként bélyegzik meg. Való igaz. De most itt ragadtunk, a szörnyetegek miatt. Azt mondtam, segítek. Mit tegyek? Kikimórok. Ők állnak a szökésünk útjában. A csatornákon keresztül akartunk távozni. Az volt a feladatunk, hogy megszerezzünk egy dokumentumot, aminek segítségével Vivaldi visszakaphatná a bankot. Meglátom, mit tehetek. Menj, fehér farkas! No. Azt kell mondjam, hogy akkor itt most jól döntöttem, legalábbis nagyon úgy érzem. Kikimor, mindjárt elolvassuk, hogy mit ír róla. Ajajaj, gyerekek. És ez akkor már jelent valamit. Kikimor királynő. De nem is ez a baj, fiúk, lányok és egyéb más állatfajták. Nagyon lassú ez az egyetlen gyengesége. Immunis, minden hatása, kemény páncélnak köszönhető királynőt igen nehéz megsebezni. Ezüst vagy acélkarddal. De ugye lassú. Az biztos, hogy akkor az erős stílus kell ellene. Kikimor. Fúha. Azt hiszem, hogy itt mentés lesz, és a másik bajom, hogy itt lehet, hogy lesznek szintén vámpírok. Oké, mentés. Kaptunk egy automentést. Angus háza. Igen, akkor üresej. Hát reméljük, hogy a túszoknak nem lesz bajuk, és ugye ki tudnak menni innen. Plusz fecske. Az még van. Akkor nyomjuk be még egy rőtbagolyt. Várjánk, láthatatlan. Hát ez lehet, hogy majd fog kelleni rőtbagolyt. Macska egyelőre nem kell, fecskénk még van. Oké, hajrá! Na. Ez micsoda? Az igen, barátom. Vigyázz a kikimórokra. Kikimórok a fészkükön kívül? Valami bűzlik. Megtisztítom az átjárót.
Ezt most nem értem. Aha, ott az átjáró akkor. Hé, ne menjetek! Vicceltem, baszki. Mi volt ez a sikítás? Hadd nézzek meg körbe az Isten szerelmére. Higanyoldat. Jó. Aha, odaugrottam át, de honnan? Itt vagyok fönt, nem? Na jó, nem tudom, hogy ez most... Alp. Az ki? Mondtam, hogy lesz neki még itt szörnyek. Bekeményít a játék. Alp, nem is rémlik nekem. De ott van. Ajaj. Az alpok barlangokban, romokban és elhagyatás bújkának mindig a település közelében. Alpok nem ismerik a félelmet. Tehát ő lesz akkor a vámpír. Alpok támadnak, hogy össze igen, egyetlen szörnyű sincs annyi legendás alpokról. Isten. Nagyon gyorsak. Akkor ellenük biztos, hogy a gyors stílus fog kelleni. Az árdjel az biztos, hogy jó lesz. Oké. Ne sokat gatyázzunk, én a mondó vagyok. Van mentésünk, lesz ami lesz. Oké. Ajaj. Jó. Azt mondjuk nem tudtam, hogy ők is jönnek. Fú. Hát egyedül szerintem kicsit keményebb lett volna. Nézzünk körül. Szuper, ezek mind kellenek, az biztos. Ez nem kell. Találtunk itt egy követ. Mit csinál? Igni jel ereje 50%-kal megnőtt. Oké, szuper. És ez adott is egy ötletet, hogy a kikimórok ellen valószínűleg, hogy a tűz, ugye rovarok, tehát hogy a tűz ez nagyon jó lesz. Ezek mind kellenek. Ez is, ez is, ez is. Az nem. Mi van itt? Semmi. Nem szeretnék valamit itt hagyni. Viszont akkor Igniel. Jó. Igniel. És nincs itt semmi biztos. Oké. Na. Akkor a kikimórokat, hajrá! Mit is írtak? Azt hiszem az erős stílus kell ellenük. Ugye. Majd meglátjuk. Királynő? Nem, ő is egy harcos. Oké. Jó, hát így nem nehéz. Ez a kis bemutató lenyűgöző volt. Ne hagyd, hogy a segítségem veszendőbe menjen. Megszerzem a dokumentumokat Vivaldinak. Így talán visszakaphatja a bankot. Sok szerencsét, Jévin. Ha szükséged lesz rám, keresd meg Vivaldit. Tiszta az út, Jévin elmenekült Vivaldihoz. Szuper. Hát... Új, szintet is léptünk már megint. Nem csodálom mondjuk. Tehát szerintem akkor ez egy jó döntés volt.
ugye nem is pénzt raboltak, hanem egy dokumentumot. Na. Erőhely nem kell. Viszont itt még körbenézünk. Ugyanis mi nagyon itt ragadtunk. Tetem. Az nem kell. Oren kell. Tehát itt ragadtunk. És én itt most nagyon körbe fogok nézni. Erőhely. Mágia rituláljának végrehajtása. Szuper. Nem akarunk most ugye elteleportálni. És visszanézünk, és amit tudunk, itt még bejárunk. Arra ott voltunk. Szerintem itt mindent felfedeztünk. Igen. Erre le akarok itt nézni, hogy... Aha, nem tudok tovább menni. Jó, hát akkor ennyi. Bambi. De ez jó volt. Tetszett. Oké, akkor menjünk tovább erre. Itt leszünk a csatornában. Ez is kard elő. Mennyi az idő? Még van időnk. És ha már itt vagyunk a csatornában, hát én úgy tudom, hogy nekünk van itt egy kis dolgunk. Nem erre gondoltam. Erre sem. Erre sem. Erre sem. Elveszett bárány. Felhívás. Vivernek. Ez az? Ez az szerintem. Ugye a csatornába. De melyik csatornába? Akkor nem ebbe a csatornába, hanem a másik csatornába. Kultisták kiptájának bejárata. Erőhely. Itt vagyok most ezen. Kijárat a kereskedő negyedbe. Átadási pont. Akkor ez más csatorna. Jó van. No probléma. Hát akkor ezt végigjárjuk. Ez mi ez a rácsok? Ki tudom nyitni? Nem. Akkor ez egy másik járat. Hordó. Oren kell. Rácsok. Ó, kinyílt az ajtó. Oké, zsoké. Gyors stílus. Már nem gyors stílus. Jönnek a feliratkozók. Ennyi. Vissza gyors stílusra. Ne! Most miért csinálja ezt a játék? Ne! Szívasson. Figyeljetek, leugrom, ő fölugrik. Szihetetlen. Nagyon fárasztó. Szuper. Hol volt? Jaj, nézzünk egy... Hát erre kell kimenni, akkor nem ezen a rácson megyek át, hanem erre tovább. Ugyanis hát, ha lesz valami érdekesség ezen a részén. Akkor a kő nem kell. Miért rakod el a kardot? Nehogy felugorj! Istenem. Jó játék. Ez az, meg is vannak ők is. Gyorsan felszedjük a összetevőket. És lassan már megint betelünk, ahogy nézem. Na.
Jó, akkor menjünk tovább, nem húzzuk az időt. Az ott micsodi? Farkasfog. Zöld penész. Nem vihetek magammal több tárgyat, akkor nem visszük. Farkasfog. Azt vihetjük. Hordom van. 2 órán. 861 óránünk van, hát ez nem mondjuk nagyon eleresztve. No, összegyűjtjük a fiúkat. És csoportos stílussal lekaratérozzuk őket. Nincs volnánk. Zöld penész nem tudjuk fölvenni, nincs elég helyünk. Mennyi idő van? Oké. Hát szerintem ebből a csatornából itt ki fogunk jutni. És... zsákutca. És akkor ennyi, meg egy bambi. Elnézünk, mert ott van valami. Test. Kulcs a kereskedő negyed alatti csatornához. Nézzünk egy térképet. Kiárat, tűzhely, átadási pont. Ja, hogy szerintem most ennek a kulcsát vettük fel, hogy itt ki tudunk jutni? Nézzük meg. Zárva. Jaj, nem el. Ugorj fel. De várjatok. Errefele mi volt? Honnan jöttünk? Új helyszín, vízmosás. Itt is van egy hula. Nézzük meg körül, nem szabad, nem érdemes kapkodni. Szétmarcangolt hulla, az nem jót jelent. Menjünk tovább erre. Megnézzük, hogy ki tudjuk nyitni. Itt van egy erőhely. És itt nem voltunk. Oh-oh, látjátok, ki van ott? Bandita. Bandita. Hogy van ez akkor? Ez a... átjöttünk ide! Ó, de jó! Szuper! Jó! Hát akkor ott a banditákat le is rendezzük. És akkor szerintem itt hagyjuk abba. Mágia, rituálé. Szuper! Mik vannak nekünk? Rödbagoly. Tapasztalat. Oké, az nem érdekes. A fecske már elfogyott. Ha jól látom. Nem baj. No, nézzük meg ezeket magán a banditákat. Hord el magad. Mi van a rácsok mögött? Nem a te dolgod, tűnj innen. Aha, csapjuk csak be. Engus azt mondta, talán itt szerezhetek némi fiszteket. Mióta vannak ilyen barátai, mint te? Mondd a jelszót, vagy a golyóidra zerrikániai csomót kötünk. Ez nem jött be. Magánterület. Ez gondolom, hogy visszakérdezés? Lenne vagy, vagy mi? Mi lehet a jelszó? Vagy szalamandra, vagy fisztek szerintem. Tüske, mérlentő pont tüske. Mi a jelszó? A saját nevüket már csak nem adják meg jelszónak.
De hát a kábítószert meg miért? Ki tudja milyen ilyen hülyék. Tüske vagy láng? Legyen tüske. Tüske? Lépj be. Csak ne csinálj semmi hülyeséget. Hoppá, rézi mi. Menj mielőtt meggondolom magam. Menj mielőtt meggondolom magam. Hol az a? Ezt kapjátok ki. Nem tudtam, hogy mi a jelszó. Kitaláltam, kikövetkeztettem. Ott kellett hozzá egy kis... Oké, bemehetsz. De ne okoz galibát. Mennyi fisztekket akarsz? Szerencse. Egy fontnyit. Majd tudatjuk veled, amikor elkészült. Menj a vegyészekhez, a csarnok végén balra az utolsó ajtónál találod őket. Ha sietteted őket, talán hamarabb megkapod az árut. Hol van a főnök? A szállítmányokat ellenőrzi valahol. Egy hónapja láttam utoljára. Úristen. Jól van. Nos. Fiúk, lányok. Hát én itt most mentek egyet. Erre rámentünk. És legközelebb innen fogjuk folytatni, ez egy nagyon jó kis helyszín lesz. Egyből belecsöppentünk a akcióba. A viszontlátásra, sziasztok, Zozóka voltam.